előtte Hien és Széles Iza, sziasztok lányok! Milyen szépen kivas sminkel, ez már így jöttél ide, ugye? Jól láttam? Nem. Ha minden igaz, akkor itt csinálták a sminkedet, ugye? Igen. Nagyon jól sikerült. Na, azt hittem, amikor kimentem, akkor már kész volt, és kérdezni akartam, hogy honnan jöttél, hogy volt valami kis fesztivál. No, lányok, hát ha minden igaz, akkor készültek képekkel, videókkal. Mesélj nekem, Iza, ha mindig azt te Peruban születtél, ugye? Igen. Aztán hazaköltöztetek Magyarországra, igen. Aztán kiköltöztél Chilébe, aztán megint haza. Úgyhogy elég mozgalmas gyerekkorod volt, elég sok kultúrába volt szerencsét bepillantani. Milyen volt a gyerekkorod? Színes, meg jó sokszor kellett újra kezdenem a barátkozást, akár óviban, aztán meg iskolában, de élveztem, mert szerencsére barátkozós típus vagyok, és hamar beszoktak fogadni. Nem volt az, nyilván tök jó különcnek lenni, és Magyarországon ti különcnek számítotok abszolút szerintem. Igen, sok. Nem, de tényleg, tehát viszont ez a különbség néha a hátrányra válhat, tehát ami vannak olyanok, amikor van egy közösség, mindenki egyfajta, és kilóg valaki, mert ducibb, mert vékonyabb, mert okosabb, mert szebb, mert nem tudom milyenebb. Nektek nem volt ilyen problémátok? Például neked ilyen? Hát probléma nem. Tehát, hogy nekem szerencsére nem. Hányszor vertek meg? Konkrét számokra vagyok kíváncsi neked. De egyébként azért vannak olyan ismerőseim, akiknek így volt ebből ilyen kisebb-nagyobb konfliktus, de szerencsére nem, meg szerintem az előny, hogy lányok vagyunk. Szerintem. Aha. Igen, tehát lányokat nem piszkálják annyira szerintetek? Hát én mondjuk soha nem loptam ki így a sorból, én mindig a szürke kisegér voltam régen. Tényleg? Aha. Igen, úgyhogy emiatt soha nem voltam ilyen nagy probléma okozója sem, úgyhogy mindig mindenkivel barátságos voltam, mindenkinek segítettem, mindenkit felkaroltam, hogyha arról volt, úgyhogy én melyik volt a legmeghatározóbb része az életemben? Tehát például az hol történt? Peru, Chile, Magyarországon? Peruban? Hát mondjuk Peru, mert megszülettem, az elég meghatározó. Ott meddig voltatok? Hány éves korodig? 4,5 éves korodig. Emlékszel még valamire? Persze, sok mindenre, hát jó meleg volt. Arra, hogy a két ház kikutyánk volt, és mindig megsültek kint ilyenekre. Persze, meg az óvira is emlékszem, ott németül tanultam. Előbb tanultam meg spanyolul, aztán németül, és csak utána magyarul. És most melyik nyelvet? Hát a magyar. De és a spanyol, hogy állsz? És aztán a spanyol. Te azt is tudod, igen, kommunikálni? Abszolút tudsz? Persze. Hát azért már felejtettem sok mindent. Német? Most voltam kint Ausztriába pár hete, és akkor úgy ment. Megértettem. Hallja a német. Igen, te nem szedted a német, azt a múltkor beszéltük. Na nézzük, hoztál képeket magaddal. Nem tudom, hogy digitális formában nekünk ez megvan, vagy fel kell, hogy mutassa. Szerintem fel kell, hogy mutass, ugye? Abba a kamerában neked odaadom, és oda, na ez nem oda, mindjárt csak itt tartsd. És mondta, mit látom, most ezt a képet mutatjuk. Magyarországon, Balatonon ilyen ismerősökkel, szüleim is barátainak a gyerekeivel. Aztán lejjebb, meg az viszont egy perui kép, éppen húsvét ott ünneplem, és megtaláltam a... Ja, csak ott a mikrofon, bocsi. Tehát megtaláltam így a Nyuszi által elrejtett ilyen édességeket, és nagyon... És ez a másik két kivel, és mind a kettő nagyon cuki, ezeket is mutassuk meg. Igen. Ezek is mind Peru. Peru, ez a konyhában van, nem tudom, éppen nem akartam fotózkodni, vagy mi volt. A másik pedig, hogy Peruban szintén ott a tengerparton nagyban bulizunk, és lefotóztak. Nagyon cuki. Hatalmas parti lehetett. Ja, aztán meg, hát ezek mind perui, Peruban képek. Igen, ott a kocsinál, hogy milyen pici voltam. Ott éppen bevagultam. Ó, milyen aranyos ruhád van. Ja, azt szerettem, és egy kutyus van rajta. És azt szereti, voltatok rá, vagy így vettétek? Nem, anyu készítette. Nagyon cuki. És ott van még itt a másik, igen, mert éppen anyák napjára készítettem valami kis gyertyás történetet. Úgyhogy itt meg ugye az említett házki kutya lent. Lenti fotón. Éppen nyúzom-húzom, a másik meg menekül ott a bokor alatt, a lába látszik csak. Tudod, minden tettem meg? Olvastam rólad, ilyen, hogy te zongoráztál, és hegedültem. És hegedültél. Mm-hmm. Igen. Ezekkel mi van? Tud még majd, amit tudsz játszani ezeken a hangszereken? Persze, hát 6 évig zongoráztam, és 7 évig hegedültem. Aha. De így a hegedű az így komolyabban is, szóval így ilyen szoroztam, úgyhogy a szimfonikus zenekar kísért, meg ilyen. Ezt nem is tudtam rólad. Hát és nem akarod belevinni például a mai ilyen popos hangzásra, vagy valami hegedűt, vagy nem tudom? Nem tudom, egy gondolkodtam rajta, de ez még ilyen nagyon felületes dolog, de hát amíg nem volt, amíg így nem fedeztem vele, mennyire jó az éneklés, persze mindig szerettem, csak így ennyire nem voltam benne, addig a hegedű volt így az első
helyen. Mondom, hogy ikertes, én meg csellóztam. Igen. Tényleg? Igen, meg én is zongoráztam. Mindig keverik a nevünket. Engem izáznak, őt hiérezik. Komolyan? De mi fellépéseken szoktam mondani? Nem, csak így ismerős. Ja, hiér. Mindig mondják, hogy így hasonlítunk, mondjuk nem baj, hogy egyikünk. Egy kontinens. Dél-Amerika, meg Ázsia, de nem baj. Na, említetted az éneklést, amint még akkor hoztál egy videót nekünk, amin énekelsz. Most ebbe belenézünk, közben pedig kommentelheted nyugodtan, hogy mit látunk. Figyeljetek, indul a videó. Vagy várjál, ide hallgassuk csak az éneket egy picit. Nagyon aranyos. Én 3 éves voltam. Nagyon cuki, ezt a kisosom is mindig énekelt annó. Igen, milyen jó nóta. És nézzek, fölteszi a lábát. Én nem tudom, mit énekeltem. Kevettem szóval, hogy vihetetlen a magyart. És nagyon aranyos, nagyon aranyos, nagyon aranyos. Ez így magadtól jött ki, nem ment a villájút, és elkezdtél énekelni? Igen, éjjel nappal énekeltem, anyu, apu már el akart menni aludni, és akkor is énekeltem. Tehát akkor nem kell kényszeríteni, légy szíves, ülj oda, énekelj, mutasd meg a nagyinak, hogy mit tanultál. Na most rá, most. Nagyon jó, nagyon komoly. Akkor is már. Nagyon cuki. Ez hány éves volt, amit mondtál? 3. 3 éves voltál. És már koncerteket tartottam. Tehát te mikor kezdtél el énekelni? Tehát, hogy 3 éves korodban neked is vannak már ilyen videók, ahol énekelsz? Van, csak sajnos nem találtam meg, de van, ahol nagyon énekelgetek, meg ott magyarázom, hogy a plusz állatkáimat a sorrendbe raktam, és akkor melyiknek mi a neve. Milyen család? Beszéltünk ma balesetekről itt az interaktívban. Juniort is kérdeztem, Kozit is, én is meséltem egy csomó sérülés életem, meg Márkról is. Márk is mesélt pár dolgot. Nektek voltak ilyen baleseteitek? Ilyen nagyon bármi, ami nekem nem. Eltört a kezem, a lába, megvágtam magam. Semmim, de semmi komolyabb? És akkor nekem sem. Nem. Egyszer volt, hogy így másztam ott a teraszra föl, és itt a lábam, amíg picit látszik így a nyoma, de már szerencsére nem nagyon, de ott megcsúsztam, és ott neki esett így a lábam így a szélének, és ott felhorzsolódott, de egyébként hál az égnek nem. Nekem sem, mondjuk nekem ilyen tengeri baleseteim voltak, hogy mit tudom, voltunk nyaralni, és például egyszer megcsipett egy olyan medúza, amit is 150 évig nem láttak arra fel, mert azt hitték, hogy valami kihalóban lévő faj. Nem, ez is. Igen, megtaláltak. Igen, engem megtaláltak egyből. És így végig a lábamat, meg a kezemet, meg volt egyszer egy olyan, hogy valami kőhal, valami mérgező tüskéket lövelő hal, vagy nem tudom, Horvátország volt. Én 10 éves voltam, vagy 11. És leültem a... Igen. És leültem egy kőre, és pont ott volt a hal, és itt ez egész szamom így belilult. Ne. Szóval így volt, engem mindig megtalálnak az ilyen tengeri szörnyek, de attól függetlenül szeretem. Nagyon durva. Van esetleg még, hoztatok valamilyen videót, amit esetleg meg tudunk nézni, vagy már idő nincs, esetleg egy-két kivetném, mutass, hogy van valami kis érdekesség, amit kutyusok, azt látom. Kutyusok, nem, még van itt egy olyan, ami már Chilében készült, meg egy, ami a csellózáson alatt. Ez Chilében, ott ilyen egyenruhát kellett. Szófos lány, milyen kis cuki. Ez egyenruha, ott egyenruhába kell lenni? Igen, meg a kabát is egyeznie kellett. Meg komoly, verd a háttérben. Ja, igen, az anyuk kutyuja van. És itt meg az, hogy Magyarországon, amikor csellózok alatta. Ugye kép. Hát vannak meg itt. Csellóztam nagyba, és itt meg egy kép a másikon az egyik husky kutyusommal. Éppen elhúzott, és ezért meg olyan ilyen grimaszt az Omsky-tónál van. Hát ennyi. Köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, lányok. Hihen neked boldog szülinapot, holnap lesz a szülinapot, ha minden igaz, ugye? Úgyhogy hihen neked boldog születésnapot. Esetleg valami fellépés, vagy valami, ahol a rajongók találkozhatnak veled, vihetnek rendéket. Hát holnap vagy a hétvégén esetleg. Hát van, jövő hét szombaton. Lesz. Hol lesz? Város. Veszprém, azt hiszem? Jó van. Na, köszönöm szépen nektek, hogy itt voltatok, és nagyon cukin énekeltél. Köszi. No, mi pedig folytatjuk hamarosan az interaktív.